A műsor főtámogatója a Gundel étterem. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy cseppi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. Közgazdász, volt államtitkár helyettes. Évtizedeken át külképviseleti munkát végzett különböző vezetői beosztásokban. 1995 és 97 között ő képviselte a Magyar Köztársaságot az Egyesült Királyságban. Ha lehet hinni a pletykáknak, kedvence a gulyásleves és a Gundel palacsinta. Talán nem véletlen, hogy ő a Gundel ügyvezető igazgatója. A Lillás reggeli mai vendége Alföldi Tádé. Elég furcsa szituációba keveredtünk, mert ma én hívtam önt vendégségbe, holott mi vagyunk itt a Gundelbe, minden héten vendégségbe a Lillás reggelénél. Milyen érzés fordítva ülni a lovon? Hát ez egy kétfejű ló, úgyhogy mindenfelé tud menni. Én egyébként szeretem azt, hogyha vendégségbe jönnek hozzánk, nem csak azért, mert mondjuk abból a Gundelnek esetleg bevétele van, hanem úgy is szeretem, mint ahogy Gundel Károly mondta annak idején, hogy ő nem vendéglősnek érzi magát, aki pénzért ad ételt, italt az arra járóknak, hanem egy jó magyar házigazdának. Tehát üdvözlöm Önöket a Gundel házban. Köszönjük szépen. Egyébként ez egy érdekes történet, ahogy mi Önökre találtunk, hiszen rengeteget jártunk itt, rengeteg felvételt készítettünk már, és én mindig megcsodáltam ennek az épületnek a patináját. Nem tudom, lehet, hogy nekem 100 évvel ezelőtt kellett volna születnem, vagy 150 évvel ezelőtt kellett volna születni, mert minden egyes szobában, amikor bejövünk, annak van egy külön hangulata. Nagyon szépen köszönjük a fincsi reggelit, és tehát mindennek van egy magas stílusa, egy patinája. Mennyire tud Gundel Károly szellemével azonosulni? Köszönjük szépen. Vagy mennyire lehet az ő szellemével azonosulni? Én azt gondolom, hogy Gundel Károly, amit alkotott, tehát a szelleme és a gyakorlati hagyatéka, az egy nemzeti kincs. Nemzeti kincsekre pedig vigyázni kell. Mindenkinek vannak kincsei, magánkincsek, egyéni kincsek, és nem feltétlenül anyagiakra gondolok, és Gundel Károly esetében sem elsősorban az anyagiakra. Vannak kincseink, ilyen kincs az a gasztronómiai eredmény, amit létrehozott. Ő teremtette meg a magyar konyhát ebben a mai értelemben, ahogy magyarok és külföldiek ismerik azt az ételreceptúrát, amit itt felszolgálunk, és nem csak a gasztronómiai színvonalat emelte, a magyar konyhát alkotta meg, hanem a vendéglátás színvonalát is európai szintre hozta akkor. Minden esetre azt gondolom, hogy amikor az ember kezébe vesz egy utazási könyvet, külföldit, amit külföldiek számára írtak, és azt látja, hogy a Gundel biztos benne van, akkor arra kell gondolni, hogy rengeteg ember a világban, persze Puskásról, meg a parlamentről, meg a magyar történelmről, meg sok mindenről ismeri Magyarországot, de a Gundel is benne van. Nem véletlenül az idei Magyar Brands díjak között harmadik helyet kapta Gundel. A Herendi, és éppen ugye a Herendi teremben vagyunk, tehát a Herendi és a Pik Szalámi után, megelőzve a Cvakunikumot és a Zsolnai porcelángyárat, amely Zsolnaival általában terítünk egyébként a házban. Egyébként tényleg csodálatos az egésznek a patinája, és érdekes, hogy ezek a hungarikumok, mert mindegyik tulajdonképpen hungarikum, végre megkapják azt a méltó helyüket és elismerésüket, ami miatt ugye a nagyvilág felé tudunk nyitni és egy picit dicsekedni. Van nagyon sok minden, amivel dicsekedhetünk, van nagyon sok minden, amivel nem lehet dicsekedni, de mondjuk ez az, az összes, amit most az előbb említett, amit ki lehet tenni a kirakadva, és időtálló. Igen, ám időtálló, mert most megért 100-valahány évet ez a történet is, de a hungarikumok esetében ugye nagyon erős kritériumoknak kell megfelelni, mert be lehet kerülni, és ki lehet kerülni. Vajon mi miatt kerülhetnek ki a Gundel, ha kikerülne? Játsszunk el egy ilyen kicsit a gondolattal. A hungarikumok sorából? Igen. Hát mindent lehet sajnos tenni, pár évtized súlyos nyomokat hagy. A Gundelen is hagyott például az államosítás
négy évtizede, vagy még körülbelül négy évtizede súlyos nyomokat. De szerencsére 1992-ben magántulajdonosok kezébe került, akik visszaadták az eredeti fényét, újra olyan sztenderdeket határoztak meg, amelyek alapján a világban működnek a patinás éttermek. Most muszáj vagyok megállni egy pillanatra, mert nagyon kíváncsi vagyok. Ugye azt mondta, hogy a négy, tehát a szocializmus négy évtizede súlyos nyomot hagyott a Gundelen. Mit nem csináltak ők? Vagy mi volt ez, ami miatt visszaesett, vagy elvesztette a fényét? Hiszen a Gundel akkor is Gundel volt. Persze, Gundel Károly egyébként, ugye, akitől a 40-es évek végén az államosítás keretében elvették a tulajdonát, és 1956-os haláláig büszkén mondogatta, hogy hát a nevét meghagyták az étteremnek, és ő erre nagyon büszke volt. És ebben van is valami, olyan nagy név volt, hogy még akkor se vették le a cégtáblát. De hogy visszatérjek a kérdés érdemére, hogy mi az, amit másképp csináltak, vagy rosszul csináltak. Hiszen akkor is lehozták a külföldieket, akkor is ez volt a... Hát egy időben, mert volt, amikor zárva volt, maradjunk ebben, és voltak olyan idők, amikor ide se lehetett húst szerezni, vagy olyan húst, ugye, és azért itt büszkék vagyunk arra, hogy amikor azt mondjuk, hogy húsétel, akkor az nem azt jelenti, hogy akármiben megyünk a boltba, és lekapunk a hentesnél a szögről egy darab véres cafatot. Itt nagyon finom minőség meghatározások vannak, és csak azokból tudjuk azt az ételminőséget előállítani, amire mi büszkék vagyunk. De hogy visszatérjek, mondom a kérdésre, azt mondom, hogy tulajdonképpen két részből állhat az, hogy mit csináltak rosszul. Az egyik az, amit úgy általában rosszul csináltak az országban. Megkérdezhetjük azt, hogy például Ausztria és Magyarország, amelyik a háború végén, 1945-ben körülbelül azonos színvonalon állt. Nézzük meg ma a különbséget. Hát ennyi. Tehát és ez nem azért volt, mert egy valamit konkrétan jobb helyet balra fordultak, mindent valahogy másképp, egy kicsit rosszul csináltak, kicsit rosszul állították be azokat az ösztönzőket, azokat az értékrendeket, amik mentén kellene menni, és így jutottunk el oda, hogy szemben azzal, ami Ausztriában van, egy rendezett ország, itt nálunk még mindig azzal foglalkozunk, hogy magunkat egy rendezett országgá tegyük. Pontosabban mondva, alapvető problémáink vannak ezen a területen. A Gundelben is így volt. Tulajdonképpen minden szétesett. Nem nagyon, csak egy kicsit. Nem szedték le a cégtáblát, tehát ilyen drasztikus dolgok nem történtek, de minden egy kicsit másképp volt. Azért Láng György, aki ennek a nevéhez a privatizáció fűződik, egy Amerikába elszármazott magyar honfitársunk, akinek New Yorkban is egy híres étterme volt, tehát értettem a rócz, hogy be idejött és volt pénze, megvette. Ő értette ehhez a dologhoz, szerette, amit csinált, az volt az élete, a gasztronómia, a vendéglátás, és ambicionálta, hogy ebből a házból ismét valami csodálatosat csináljon. És ő elindított egy folyamatot, és azt mondhatom, hogy 11 néhány év után eladta az üzletrészeit, és a Danubius szállodavállalat vette meg, amelyik ma Magyarország legnagyobb szállodavállalata, és ennek a vállalatnak a filozófiája is az, hogy az értékeinket megbecsüljük, és ebben a szellemben törekszünk arra, hogy mindazokat a hagyományokat, amiket Gundel Károly fölépített, és amiket Láng György is elkezdett újraépíteni, azokat a hagyományokat mi is továbbfejlesztjük. És nem csak ugyanoda, ahol Gundel Károly volt, hanem tudjuk azt, hogy az élet nem áll meg, mindig fejlődik. Tehát nekünk akármilyen nagyra értékeljük azt a abszolút értéket, amit létrehozott Gundel Károly, nekünk tudnunk kell az, hogy nem csak abszolút értékek vannak, hanem relatív fejlődés is, és ha megállunk, elmaradunk a világtól. Úgyhogy mi azt is ambicionáljuk, hogy Gundel Károly nyomdokain az ő hagyományait nagy tisztelettel őrizve szép finoman próbáljunk tovább is lépni. Most ettől függetlenül ugye elhangzott Láng úrnak a neve, elhangzott egy másik szálloda csoportnak a neve, amelyik megvette ezt, önt mégis, és megvoltak azok a fejlődési szakaszok, úgynevezett válságmenedzserként helyezték ide, hiszen egészen más területről jött.
És én emlékszem, amikor az egyik kereskedelmi televízióban, ahol dolgoztam, egyszer csak megérkezett egy igazgató, amikor döcögött a szekér, és kiderült, hogy őt Spanyolországból hozták haza, akkor még nem nagyon ismertük 94-ben ezt a kifejezést, hogy válságmenedzser, és ő az első két hétig csak úgy nézelődött, és akkor utána kiderült, hogy életében televíziós stúdióban nem járt, televíziót nem igazgatott, viszont tudott valamit, ami miatt aztán később egy dolog el tud indulni. Az adott esetben akkor egy televízió volt. Ön egészen furcsa módon valami hasonló szerepvállalásként vállalta el ezt a pozíciót. Hogy keresték meg önt? Hiszen a diplomáciából jött, ami egy tök más világ. Hát ez egy hosszabb válasz, hogyha én a diplomáciát... Hát ehet nyugodtan, mert reggelizni hívtam meg a saját intervébe. Elég bután néz ki, de nem baj, hát ezt így most kihasználjuk. Én egy ilyen kis haladat azért magamévá teszek, mert... kezdek éhes lenni. Ha visszamegyünk egészen ahhoz, hogy én a diplomáciába jöttem, azért ez már 16 éve volt, Ida Gundáz meg azért mégiscsak két és fél éve kerültem. Hát én ide úgy kerültem, hogy a Gundel a Danubius szállodavállalat 100%-os tulajdona, a Danubius viszont az Interag döntő többségi tulajdonosa, bár egy tőzsdén levő cég, úgyhogy se szeri, se száma a tulajdonosoknak. De a többségi részvények azok brit tulajdonban vannak, Sir Bernard Shearnek a tulajdonában, az ő családi vállalkozásának a tulajdonában, és így én, aki az ő csoportjában dolgozom, az ő vállalat csoportjában, és különböző feladatokat láttam el, már válságmenedzser is voltam más területeken is, nem mintha egyik válságból a másikba lépnénk, de vannak olyan dolgok, amiket újonnan vesz át az ember, és nem nyereségesek azok a vállalatok. Tehát mindezeken a helyeken én bebizonyítottam azt, hogy hát helyre tudom valahogy igazítani a fő kérdéseket. Mit kell csinálni egy válságmenedzsernek? Hát mindenek előtt meg kell tudni állapítani, hogy mitől megy rosszul a dolog. Vagy azt is meg kell tudni állapítani, ad abszurdum, hogyha nem megy, menthetetlen a dolog. Mert a menthetetlen dolgokat, azokat meg kell szüntetni. Tehát ha valami menthetetlen, akkor azt nem szabad tovább csinálni. Ebben persze vannak kivételek. Mert amikor Sir Bernard Schreier az én véleményemet megkérdezte, hogy hát megvegye a Gundelt, akkor megkérdeztem tőle, hogy hát milyen eredményt hoz, és hát nagyon szerény eredményt mondott, bár akkor még pozitív eredmény. Én azt mondtam neki, hogy meg kell venni, mert ilyen égkövet, mint a Gundel, 100 évben egyszer lehet megvenni. Utána akinek a tulajdonában nem fogja eladni, hanem működteti tovább. És egy ekkora cégcsoportnak, mint a Danubius Hotel, kellenek egy korona ékszerek is, tehát égkövek, és ezeket az égköveket bizony meg kell őrizni és gondozni kell. Tehát ilyen értelemben én azt tanácsoltam, hogy vegye meg, eredményesség nélkül is. De ezzel együtt a következő években itt rosszabbra fordultak a dolgok. Sok oka vannak objektív és, vagy úgy is mondjam, hogy a vállalattól független oka, és vannak menedzsmentre is mutató dolgok. Ilyen objektív dolog például, amiért Láng Györgynek ugye sokkal jobban mehetett, mint a mai időkben a Gundelnek, az egyik az, hogy akkor özönlöttek ide például az amerikai turisták. Ebben a házban döntő többséggel amerikai turisták voltak. Az amerikai nagykövetség is ezt ajánlotta. Magyarország új érdekes célpont volt az amerikai turistáknak. A mai világban nem mondhatnám, hogy özönlenek az amerikai turisták, sőt azt mondhatnám, hogy a turizmus általában visszaesőben van. Tehát az egyik olyan bázis a Gundelnek, ami volt a külföldi turisták, azok szép lassan elkopnak. Másik ilyen dolog volt, hogy abban az időben a Gundel volt a parlament, a kormány, a minisztériumok fő szállítója. Tehát ha valahol külső rendezvény volt a parlamentben, a külügyminisztériumban, vagy ide látogatott valami jelesebb államfő, miniszterelnök, hát ugye itt emlegethetnénk és meg is mutathatnánk lent a bejáratnál, ahol ki van téve Erzsébet király, második Erzsébet királynő, a brit uralkodó, vagy János Károly, spanyol király, de Henry Kissinger, vagy George Bush, és művészek. Tehát akkor sik volt idejönni, az állam és a
és a kormány főszállítói voltunk, és ma nem így van. Ma a Gundel nagyon kevés állami kormányzati megbízást kap, és ez egy nagyon nagy különbséget jelent a korábbi viszonyokat. És a harmadik tényező pedig az, amennyivel ma nehezebb, hogy 90-91-92-ben viszonylag kevés jó minőségű étterem volt Magyarországon. Most azért én persze szeretem azt mondani, hogy a Gundel a legjobb, és ebben hiszek is, hogy nagyon jók vagyunk, de a mi kategóriánkban, úgy érzem, a mi jósági kategóriánkban még 10 éttermet kapásból tudnék itt Budapesten mondani. Tehát van verseny, vannak versenytársak. Mindezekkel együtt ugye oda jutottunk, hogy viszonylag kevesebb vendég lesz, aztán jöttek válságok, most idén még a Maniv megszűnése is, és sok minden, amik nagyon nehéz helyzetet teremtettek. Tehát ezek a külső tényezők. De én soha nem a külső tényezőket szidom. Ha az ember ezt teszi, és mindig kifelé mutogat, akkor vége van. Mindig magunkkal kell foglalkozni, mi mit tudnánk jól csinálni. Emlékszem, mikor Hofi az egyik ilyen kis vicces anekdótájában, mikor egyszer a magyar válogatott kiesett a nem tudom, hogy milyen selejtezőből, pedig akkor még nagyon jó volt a válogatott, és az MLS-nek a jelentésében benne volt, hogy hát az volt a probléma, hogy az utolsó percben a kapufáról kifelé pattant a labda, és Hofi mondta erre, hogy hát persze ki volt a hibás, a kapufa, az a hülye akác. Na most én azt gondolom, hogy ez nem jó út nekünk, azzal kell foglalkozni, hogy mi mit tudunk változtatni. Kevés az olyan ország, olyan ember, aki maga tudja fújni a passzát szelet, de olyan, aki a megfelelő irányba tudja állítani a vitorlákat, olyan már sokkal több van. Én inkább ezek közé tartozom, aki meg tudom állapítani azt, hogy mi az, amit rosszul csinálunk, mint változtassunk, mik a fő kérdések, egy kicsit rendbeszedi az ember a dolgokat, ez tulajdonképpen egyszerűen egy szigorúbb jobb menedzsment, mozgósítani tudja a munkaerőt, a legfontosabb a dolgozók támogatása, anélkül sehova nem jutunk. Ha az emberek nem akarják megcsinálni azt, amit meg kell csinálni, abból nem lesz semmi, lehet akármilyen jó gondolat. Ez mindenre vonatkozik, ez a kormányzati tevékenységektől foglalkozik le a családon beli dolgokig. A legjobb dolgot is vezetjük elő, de az nem tetszik a gyerekeinknek például, ezt nem fogjuk tudni rájuk erőltetni. Két dolog jutott az eszembe, amikor a Hofit említette, azt hittem, hogy azt fogja mondani, mert volt egy másik mondása is, lehet, hogy egy kicsit durva ebbe a gyönyörű millióbe, hogy ha a kupleráj nem megy, akkor nem a butorokat kell kicserélni, hanem a személyzetet. És az éttermeknek és a magyar szolgáltatásnak, és most elvonatkoztatunk egy picit a helyszíntől, az a legnagyobb baja, hogy a magyar szolgáltatások, vagy amikor bemegy az ember egy üzletbe, akkor az eladó még mindig azt gondolja, hogy mi vagyunk érte, és ő nem értünk vásárlókért. Lakkozza a körmét, vagy túlságosan rányomul az emberre, még be se léptem, mivel segíthetek, hogy lélegzetvételnyi időt sem hagy arra. Tehát nincsenek meg azok a kifinomult érzékek, persze ne várjunk senkitől kifinomult érzékeket minimálbérén, de tényleg itt valahogy nagyon-nagyon, még pszichológusnak is kell lenni a pincéreknek, mert ugye a konyha és a konyha minősége az egyik legfontosabb dolog. De akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a vendégekkel, az a másik legfontosabb láncszem, mert kell tudni annak a pincének, aki odáll, hogy a vendég szeretne ebben esetleg két-három mondatot váltani, arra, hogyan reagáljon. Lehet-e barátságos, jópofizhat-e, legyen tartózkodó. Tehát azért ennek külön meg kell felelni, és ez egy külön adottság lehet esetleg a személyzet részéről. Természetesen, de én azért azt mondanám, hogy mikor én idejöttem, akkor éppen csoportos létszámleépítés volt. Tehát én annak a közepébe érkeztem. Most pedig két év alatt, hát 20-30 fővel már bővítettük a létszámot, és további bővítésekre készülünk. Tehát én nem hiszek abban, hogy el kéne küldeni az embereket, és másokat kéne hozni helyettük. Én nagyon bízom a magyar munkaerőben, és ebben példakép a tulajdonosunk, aki nem tudom, egy-két tucat céget megvásárolt már Magyarországon, soha
egyetlen cégnél sem küldte el a menedzsmentet. Azt mondja, hogy Magyarországon kiválóan képzett emberek vannak, nagyon jó képességi gyakorlott menedzsmentek, és ha nem tudják pozitívban tartani a céget, nem tudják fejleszteni, akkor nem ők a hibásak, hanem én, mármint hogy a tulajdonos. Mert nem adtam meg nekik a megfelelő iránymutatást, nem adtam megfelelő eszközöket, lehet, hogy tőkét, lehet, hogy marketing eszközöket, vagy valami piac szerzési segítséget. Nem adtam meg nekik azokat az eszközöket, amikkel érvényesülni tudom. Hát olyan kevés az ilyen ember, hogy ez valami... De csak ez visz előre. Csak... A magunkban keressük a hibát. Igen. Amint rámutogatunk a menedzsment, és azt kirúgjuk, hónap kijött a következő. Pedig ez a divatos Magyarországon. Hát mondjuk legjobban lehet látni, hogy a magyar futball hova jutott. Igen. Azzal, hogy 3-4 hónap után nem rúg gólokat a csapat, és nem mit tudom én, hogy szerepel, úgy kirúgják az edzőt. Most volt a Sportpluszban egy cikk Matyi Dezsőről, hogy az elmúlt időszakban 9 edzőt fogyasztott el. És a Matyi úgy volt, hogy a cím, hogy Matyi 9 áldozata. Hát igen, minden tisztelettel azok iránt, akik akár milyen formában vagy sikerességgel erőfeszítéseket tesznek arra, hogy egy másik magyar hungarikumot a labdarúgást életben tartsák, és majd a visszavezessék az emelkedő útra, amiben én hiszek, hogy egy fontos dolog. Nem csak azért, mert nyugaton lehet látni, hogy mekkora pénzeket lehet belőle csinálni. Tehát nem csak azért, mert ez egy jó üzlet, hanem azért is, mert ez is egy magyar érték, amit megőrizhetnénk, meg kellene őrizni. Tehát én mondom, tisztelt és becsület azoknak, akik erőködnek ebben. Én úgy gondolom, hogy a magyar labdarúgás is egyrészt szenved attól, ami az országban általában van, attól a rendezetlenségtől, és ezen rendezetlenségen belül sem találták még meg azt a legfontosabb kérdést, amitől működne a dolog. A legfontosabb kérdés pedig az, hogy a futball nem sport, hanem üzlet. Amin belül egy sport az egyik legfontosabb eleme. Olyan, mint egy revű. A revűből is pénzt kell csinálni. De a revűnek jónak kell lenni. Tehát a focinak persze jónak kell lenni, de a foci ma már egy nagyon kicsi eleme az egésznek. Az, hogy a sportpályák olyanok legyenek, hogy a sportpályákon biztonság legyen, hogy a nagymama elmehessen az unokával, hogy családi esemény legyen. Ugye mind a kormányunk erőt teti, szorgalmazza a családi erő összetartást. Mind pedig a világban mindenütt látni, hogy azok a dolgok sikeresek, ahol az egész család részt tud venni. Hát a bevásárlóközpontok is azért mennek jól, mert elmegy az egész család, és ott azon a bevásárlóközponton belül megtalálja mindenki, hogy most mozi, ez vásárol, az megebédel. Tehát lehet szívni a bevásárlóközpontokat, de egy családi programot csinálnak ott az emberek. És a futball is ilyen kell legyen, családi program kell legyen. Angliában, amelyiket kitiltották évekre a nemzetközi labdarúgásból, igaz, hogy már elég rég volt, szóval 70-es években, ha jól emlékszem, és akkor ahol, tartottak ahol ők ilyen, ott, mint most mi? Két emeletes vaskerítéseket emeltek a játékosok és a pálya közé. Ma ott ülnek 2 méterre a pályától az első sorban az emberek, és senkinek nem jut eszébe bedobni akármit. Miért nem? Azért, mert rögtön lefotózzák, nem vitatkozhat az ombudsman, hogy szabad-e fotózni, ott megteremtik a törvényeket, hogy szabadjon, és onnan kiemelik, a meccs még nem ér véget, már elítélte a bíró. Nem vacakolnak sokat, nincs agy, hogy 20 évig húzzák, hogy most nem jelent meg az ügyvéd, most nem tudom, hogy tiki-taki, nincs. Őt rögtön elmeszelik, 10 évig nem mehet a futballpálya közelébe a mérkőzések előtti naptól kezdve. Egyébként ez egy nagyon érdekes, amit mond, mert most ugye készítünk egy sorozatot az idegen, itt Magyarországon játszó külföldi játékosokról, csapat sportba, egyéni sportba, és most a Ferencváros a decembernek, a Ferencváros labdarúgó csapat a decemberi adásnak a középpontjában van. Hát a Fradi B középbe bemenni kamerával, az egy elég érdekes történet volt. A Ferencvárostól minden segítséget megkaptunk, viszont ott a szurkolók egyszerűen így
nem akarták engedni, hogy kamerával ott legyünk, mert ők maguk is tudják, hogy milyen veszélyes dolog, mikor a kamera esetleg, pedig akkor még ugye viselkednek is, meg viselkedtek is, és egy győztes mérkőzés volt. De hát igen, szóval én szeretek meccsre járni, nem biztos, hogy az unokámmal a lelátón szeretnék ülni jelen körülmények között egy Ferencváros mérkőzésen. Hát, pedig milyen jó dolog lenne, és én az apámmal annak idején, amikor ekkora voltam, meccsekre jártam. Így van. A Danubius szponzorálta a Vasast jó néhány évig, és én is kijártam akkor a mérkőzésekre, és volt ott mondjuk egy 50-60-80-100 ember, elfogadhatatlanul viselkedett. És akkor mondtam a vezetésnek, hogy hát ezeket kigyújtott, akkor nem lesz néző egyáltalán. Ugye ma, amikor 500 néző, akkor attól félek, hogy azt a 200-at elküldik, akkor is ez pedig nem igaz. Lehet, hogy fordítva működik. És például, ha a Gunderről beszélünk, itt a menedzsmentnek azt is föl kell ismernie, hogy például ezt vagy azt, még akkor is, ha holnaptól kevesebb lesz, nem szabad tovább csinálni. Mondok egy példát. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a Gundelben a Gundel palacsintát az körülmözteti meg a más helyeken felszolgált Gundel palacsintától, hogy itt a csokoládé valódi csokoládéból van. Mikor én idejöttem, ez nem így volt. Uh-huh. Ugye az előtte levő 3 évben 60%-kal csökkent a bevétel a Gundelnek. És azt mondták, hogy hát ha a csokoládéból csináljuk, akkor az 120 forinttal több költséget fog jelenteni. Most mivel mi 10-es szám adunk el palacsintát, ez azt jelenti, hogy ez több milliós különbség, csak a csokoládén a különbség. És azt mondják, hát mikor ilyen rosszak az előző, tovább rontja, nem mondom, az megsemmisíti, ez pedig csak lefelé nehézé teszi az utat, de az egyenes útnál, a becsületes útnál, a minőségi útnál nincs külön út, egyszerűen nincs emellett más mesdje. Nem szabad megpróbálni. És bejött? Hát én úgy gondolom, hogy bejött, mert azóta azért csak emelkedik az árbevételünk, emelkedik a ide látogató vendégek száma. Nem könnyű ledolgozni évi 300 millió forintos veszteséget, de le fogjuk dolgozni, szerintem jövőre már eredményesek leszünk, idén egy kicsit mínuszban, de jövőre már eredményesek leszünk, és azt gondolom, hogy nincs egy minőségének, nincs más útja, mint a minőség. Ha azt is elveszti, vége van. Azért is kezdtem el most tenni közben, mert egyébként, ahogy a nézők reagálnak a műsorunkra, kaptam én olyan kritikát is, hogy mondták, hogy nem szégyellem magam, hogy eszem adás közben, ugye reggelire hívjuk egymást, vagy hívom a vendégeimet, és annyira sok finomság van itt. De most, amikor mondtad, hogy le kell dolgozni a hátrányt, le kell dolgozni a mínuszokat, akkor, és hogy a minőségre kell törekedni, akkor kénytelen voltam most belekóstolni, mert például én nem vagyok egyáltalán édes szájú. Ezt akik ismerek, tudják. Tehát én velem egy kocka csokoládét megetetni, az igen, teljesítmény, és szerintem engem egy tábla tejcsokival vallatni lehetne. Tehát az a kategória nálam. Lekvárt sem eszem, mézet sem eszem. Viszont ez a lekvár, ez ehető. Mert ez az a fajta házi lekvár, én szerintem, ami tehát nem az a túl nyálazott, túl édes, túl gel, stb. Hanem ehető. Itt minden házi egyébként. Mert nem, ugye hát volt már felvételünk a borászatban is, vagy, és azt tudom, hogy van saját borászat, illetve saját szőlőültetvénye is a Gundelnak. Igen, hát nem minden saját. Először is az lehetetlen lenne, hát nem fogunk vajat meg tehenészetet, tehát én hozzáteszem. Most éppen nem a vajra meg a tehenészetre volt. Hozzáteszem, hogy Gundel Károly idejében neki saját kertészete volt, aha, és tehenészete. Tehát, de hát akkor mások voltak az ellátási, igen, viszonyok, más volt a hűtőlánc, szóval egész más világ volt. Nyilvánvalóan mi kihasználjuk a modern világ adta lehetőségeket, épp úgy, mint a hazai saját termelés. De mondjuk lekvárból azért tudunk sajátot csinálni, és még jó néhány dologból. Ezzel együtt
azt gondolom, hogy a minőség az a legfontosabb, nálunk napi minőség ellenőrzés van, tehát amikor mondjuk a zöldséget beszállítják, mert nekünk már nincs ugye kertészetünk, beszállítják a zöldséget, ott az áruátvevő egy a pénzügyről ugye, aki kontrollálja a mennyiséget, meg az elszámolást, stb. És egy a konyháról, akinek, hogyha nem tetszik a szállítmány, azt ott rögtön visszaküldi. Aha. Nekünk csak olyan szállítóink vannak, akik ezt tudomásul veszik, és azonnal küldik helyette a megfelelő pótlást. Nyilván mi nem szórakozunk a beszállítóink, a hosszú távú partnereink vannak, akiket mi nagyra becsülünk, és vigyázunk rájuk, mert ők is, ő bennük is olyan partnert látunk, aki azért dolgozik, hogy ebben az országban a minőség állandó dolog legyen. Tehát tudjuk, hogy mit rendeltünk, ő tudja, mit szállít, és így tovább, tehát megbízhatunk egymásban. De ha valami mégis becsúszik, mert hiba pedig van, ezt tudomásul kell venni, akkor azonnal csere és minden. Én azt gondolom, hogy csak így lehet eljutni, mert rossz alapanyagból már nem lehet jó ételt csinálni. Még jó alapanyagból is lehet rosszat, tehát az, hogy jót az alapanyag, az nem feltétlenül garancia arra, hogy abból jó étel is lesz, de ha rossz az alapanyag, abból már olyan minőséget, amit mi itt felszolgálunk a vendégeknek, már nem tudunk csinálni. De milyen furcsa, ugye, mert az emberek azért úgy mennek vásárolni, hogy megkeresik az olcsót, és a fölfújt primőr, úgynevezett primőr árukat veszik meg, pedig nem az a jó alapanyag. Lehet, hogy a falusének a kis göcsörtös répája a kis kosarába sokkal egészségesebb és finomabb, de nem egyforma, az egészen biztos. Ez így van, és én azt mondom, hogy mi törekszünk is arra, hogy magyar árut vásároljunk, és minél közelebb a termelőhöz, amire egyébként mindenki törekszik, a légitársaságok is kiktatják az utazási irodákat, már a becsekkolást is maga csinálja az utazó, tehát mi is törekszünk, hogy rövidítsük a beszállítói láncot, de mindenki arra törekszünk, hogy amilyen áruból csak lehet, magyar árut vásároljunk. És ezek jó minőségűek. Lehet, hogy tényleg nem mindegyik paradicsom olyan gömbölyű, mint amilyennek kéne lenni, de erre példaként elmondanám, voltam a Hertelendi kastélyban, az is egy nagyon szép és nagyon kellemes hely. Ott nekik saját kertészetük van, jó mondjuk egy 300 hektáros területen lehet egy kis kertészetet, és biokertészet. Körbesétáltunk az igazgatóval, biokertészet, és mit csináltok itt? Mondja, hát rengeteg külföldi vendégünk jön, és mikor meghallják, hogy biokertészet, csak onnan akarnak fogyasztani. Igen. Nem érdekli őket még az, ha az alvában kukac van, arról már is beszél, hogy a krumpli alakja végképp nem hozza őket lázba, de az, hogy biokertészetben van, arra adnak. És én azt gondolom, hogy nekünk is e felé kell elmenni, sokkal egészségesebb dolgokat vehetünk a kis kertészetekből, és ezt a gyakorlatot ezt folytatjuk is. Egy nagyot fogunk kanyarodni a beszélgetés vonalában, és egy picit a diplomáciáról szeretnék én érdeklődni, vagy kérdezgetni, mert a diplomatákat az én rangsorom szerint két csoportba lehet osztani. És miután ön sok éven keresztül diplomataként dolgozott, és úgy tudom, hogy a legutolsó terület az az Egyesült Királyság volt, ahol Magyarországot képviselte, azért oda nem egyszerű bekerülni, mert tehát az ez elég frekventált hely. Szóval a diplomatákat két irányba szokták sorolni. Vannak a profi diplomaták, és vannak a repülősök, akiket időnként politikai szektorból, már tudom én, hirtelen elneveznek, elküldenek valahova külképviseletre. Hogy mondták ezt régen? Ejtőernyős. Hát ejtőernyős, de úgy mondták, hogy érdemeinek elismerése mellett más fontos megbízatást kap. Ez még a nagyon-nagyon régi világból tartozik. Ön viszont, ha jól tudom, akkor profi diplomata volt. Habár politizált is, hiszen államtitkár helyettes is volt az Antal kormány idején. Igen, hát az államtitkár helyettes persze nem politizál, hogy igen, pontosítsam a kifejezést, de már igen, politikai súlyú beosztása igen, van, igen. Azért amit egy államtitkár helyettes mond, az annak politikai igen. súlya van. Én mondjuk az Antal kormányban lettem államtitkár helyettes, és én voltam az első állami
vezető, aki az Egyesült Államokban tárgyalt, hogy van politikai súlya, hát azért fogadott az ügyvezető külügyminiszter, a CIA-nek és az FBI-nak az elnökhelyettese, illetve főigazgató helyettese, és még mondhatnát. Hogyan fogadták akkor az új diplomatákat kint? Mert gondolom, az a fordulat éve alatt volt, amikor ugye egy egész más aspektusból néztek Magyarországra. Milyen volt akkor a súlya Magyarországnak a külföld szemében? Magyarországnak nagyon jó neve volt akkor. Hát az ország súlyát azért mindig úgy kell nézni, hogy nagy hatalma, különösen szóval fontosnak tartják a pillanatot is, és az adott pillanatot meg tudják ragadni. De azért Magyarország súlya az Egyesült Államokban soha nem lesz döntő súly. De akkor mégis világpolitikai jelentőségi folyamatokban a hosszú távú súlyánál lényegesen nagyobb szerephez jutott Magyarország, és ezt a szerepet, ezt honorálták, illetve ez jelentkezett a személyi kapcsolatokban is. Tehát ezért mondom, hogy a magyarországi demokratikus választások utáni kormány első ilyen képviselőjét ilyen szinten fogadták. Vagy év múlva kimentem volna, már ezek mind nem fogadtak volna, mert visszaállt volna a rend oda, hogy egy államtitkár helyettest, hát a ottani külügyben is legfeljebb egy államtitkár helyettes fogad, de lehet, hogy főosztályvezetővel elintézik. Tehát akkor jó időben, jó helyen volt. Hát igen, végül is hát ez van. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos időszak volt az országnak. Amit akkor ki tudtunk használni, azoknak máig ható súlya van, hatása, de voltak olyanok is, amiket nem tudtunk kihasználni, olyan lehetőségek. Például? Hát nekem például veszőparipám az, hogy nagyon nagy hiba volt nem megpróbálni bekerülni az Európai Unióba, akkor, amikor az NDK-t egyesítették az NSZK-val, és ugye így adoptálták az Európai Unióba. Én úgy gondolom, a német társadalomban akkor olyan mértékű magyar támogatás volt, a német politikai vezetésben olyan mértékű támogatás volt e téren, és nem lett volna igazán ellenvetés a többieknél sem, mondom főleg azért, mert vezető szerepünk volt, másodszor pedig igazán nem osztott, nem szorzott volna sem a terhek szempontjából, amiket Magyarország behozott, bevitt volna az Európai Unióba, sem pedig egyéb olyan szempontokból, amelyek mindenféle politikai összehasonlításokat tartalmaztak volna. Egyszerűen eufórikus, rendkívüli helyzet volt, és egy ilyen rendkívüli helyzetben én azt gondolom meg lehetett volna csinálni. Persze most lehet érvelni, mert ugye ami nem történt meg, azon mindig lehet jól vitatkozni, és diplomaták különösen szeretik az ilyen témát, ami vég nélkül lehet mindkét irányból vitatkozni, de azt mondom, hogy nem az volt egy baj, hogy nem jutottunk be, az volt egy baj, hogy meg se próbáltuk. Uh-huh. És nem megpróbálni szerintem mérhetetlenül nagy hiba volt. Miatt nem került erre sor, hogy egyáltalán megpróbálkozzunk vele? Hát én nem tudom. Szóba került egyáltalán? Szóba került. Én jelen voltam egy olyan beszélgetésen, ahol Antal Józseffel beszéltünk erről, és a külügyi vezetés próbálta ez irányba terelni a kormányzat politikáját. De mi miatt zárkoztak el? Hát én ezt már egész pontosan nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz magyar belső egység is kellett volna, és a magyar belső egység hiányzott ehhez. Olyan mértékű ellen erők feszültek az akkori kormány, és mondjuk például az MSZP olyan vezetői között, akik például Horn Gyula, aki azért egy nagy név volt. Lehet vitatni, hogy mekkora szerepe volt, de nagyon nagy név volt. Igen. Az NSZK-ban. És tulajdonképpen őt is igénybe kellett volna venni arra, hogy ez létrejön. Valami olyasmi volt ez, mikor ugye megpróbálja a nagyapó kihúzni a répát, és a végén a kisegér. Aha. A kisegér is hiányzott volna hozzá. Tehát itt mindenkinek, az egész országnak e felé kellett volna menni. Ehelyett mi el voltunk foglalva nagyon sok dologgal, nem is tudom felsorolni, hogy milyen sok dologgal, amelyek másod harmadrangúnak bizonyultak volna. És ez külpolitikára is igaz. Ha jelen voltam például, akkor már én Athénben voltam nagykövet, a parlamenti elnökünk és a görög parlamenti elnök tárgyalásán, és a görög parlamenti elnök megpróbálta rávenni a kollégáját, hogy
hagyják a csodába az összes ilyen más nemzetközi elképzelést, hajtsanak rá az Európai Uniós tagságra. És parlamenti elnökünk visszatért következetesen mindazokra a másod-harmadlagos dolgokra, amelyek viszont ellehetetlenítették ezt a dolgot. És azt mondta neki az örök parlamenti elnök, hogy hát elnök úr, ha bejutnak az Európai Unióba, onnan olyan támogatást tudnak ezekhez a célokhoz is nyújtani, amiket egyedül anélkül nem tudják. Tehát egyszerűen akiket úgymond hátrahagynának, azokat is jobb helyzetbe hozzák. És ezt nem talált elfogadásra. Persze én azt mondom, hogy én egy köztisztviselő voltam, politikai súlyú vezető, de politikai hatalom vagy befolyásolási lehetőség nélkül a maximum, amit tud tenni az ember, elmondja a tanácsait, és megvannak arra felkent, a nép által megválasztott döntéshozók, akik eldöntik, hogy merre kell menni. Ettől még nekem lehet véleményem róla, és egyébként ez mindig igaz, ez az üzletben is igaz. Én itt igazgató vagyok, de fölöttem is van felügyelőtestület, igazgatóhatás, és vannak a tulajdonosok. Aha. Tehát tudomásul kell venni, hogy amíg én nem veszem meg a gundert, addig itt nekem egyeztetnem kell az igazgató tanáccsal, a tulajdonosokkal. És ilyen igazgató tanács a államtitkár helyettes fölött a miniszter, a kormány, a parlament, és így tovább. Tehát én meghajtottam a fejem, és elfogadtam, és csináltam azt, amit a legjobb tudásom szerint a kormány által kijelölt úton lehetett. De ettől még bennem ez az érzés megvan. De ha már ezek a dolgok itt szóba kerültek, akkor én rákérdezek arra, mert ez megint csak olyan, ami nagyon régóta érlelődik bennem, de gyakorlatilag nem tudtam abból az időszakból föltenni senkinek, bár nem biztos, hogy tud róla, vagy rá válaszolni. Az a bizonyos sok-sok-sok-sok kárpótlás, ami akkor elkezdődött az Antal kormány idején, az szerintem elszegényítette az országot. Ez az egyik, amit én gondolok. A másik az, hogy nem lett volna akkor lehetőség arra, hogyha egy picit ügyesebben politizálunk, hogy eltöröltessük az államadóságot. Hát akkor tényleg nagyon jó pozícióban voltunk, vagy legalábbis, ha nem is nullázni, de valamilyen módon egy jobb helyzetet kihozni magunknak. Kezdjük az államadósággal. Én mindig elengedés ellenes voltam. Ez fölmerült az Antal kormány idején is, én mindig ellenes voltam. Megmondom miért. Az embernek csak egy becsülete van, ezt egyszer lehet eljátszani. Magyarország mindig kifizette az adósságait, nagyon nehéz időkben is. Az 56-os forradalom idején is a Nemzeti Bank időben átutalt minden pénzt, ami szükséges volt. Megoldottuk a dolgokat. Egyszer lehet ilyen kategóriába bekerülni, na hát ezek azért nem biztos, hogy fizetni fog. Ez egy életen keresztül, vagy több generáción keresztül. De ez így hatott volna akkor az országra? Így hatott volna. Függet attól, hogy nem lett volna olyan egyszerű elintézni. A lengyelek adósságát például azzal intézték el, hogy az ő adósságuk döntő része kormányokhoz fűződött. Tehát ők, nekik kormányok nyújtottak. Nekünk kötvényekben voltak. Tehát a japán háziasszonytól a dél-amerikai munkásig valamilyen alapba, nyugdíj alapba befizetett, abban benne voltak ezek a dolgok. Ezeket nem lehet lenullázni, nem lehet az ő pénzüket lenullázni. Tehát valakinek a végén fizetni kell, tehát önt jelengedjük, mert és akkor nem történt semmi, akkor is történt valami. Tehát a miénket sokkal komplikáltabb lett volna elintézni, és én nem vagyok hív az elengedéseknek. Megmondom például, itt van a devizaadóság kérdése. Én nem vagyok híve annak, hogy egy kedvezményeket adjunk. Természetesen lakáshoz mindenkinek joga van, de nem a saját tulajdonhoz. Tehát én azt gondolom, hogy aki elvesztette a lakását, az adja fel a saját tulajdonú lakását. De az, hogy az adófizetők, azok, akik már befizették a rendes adósságukat, fizettessék meg azt is, hogy ők olyan tulajdonhoz juthassanak, amiért nem dolgoztak meg, amit nem fizettek ki, ez nem egészen korrekt. Tehát én híve vagyok annak, hogy
aki nem biztosította magát, az veszítse el, ami volt. Mert különben hova jutunk? Hát különben miért biztosítunk? Miért gondolkozunk azon, hogy mondjuk én forintra veszem fel a hitelemet 15%-ra, és a szomszédban pedig a szomszédom mondja, hogy látod, szomuszom, milyen hülye a szomszéd, mi 2%-kal megoldottuk. Nem hülyeség, ez kockázat. Magyarországon a kockázatot nem értékelik a helyén, sem vállalatoknál nagyon sokszor, de a magánemberek végképp nem. Mondhatjuk persze, hogy nem ők a hibások, nem tanulták meg az életben, és ebben van valami. Tehát én azt mondom, hogy javítanunk kell a felkészültségét a társadalomnak. Már iskolában is oktatni kell, vagy kellene olyan ismereteket, amelyek felvértezik az embereket egy ilyen hasonló helyzetre, és jó döntést tudnak hozni. De a megoldás nem az, hogy mindig amikor baj van, majd kimentünk. Sose tanulják meg. De az én adósság, államadósság elengedés kérdésével azt mondom, hogy nem is biztos, hogy meg lehetett volna csinálni, és szörnyű, nagyon hosszan ható következményei lettek volna. Például az, hogy most ebben a nagyon nehéz helyzetben a kormányunknak megvan a manőverezési lehetősége, az abból is adódik, hogy ül azon a értéken, amit az jelent, hogy ez az ország mindig fizetett, mindig becsületesen helytállt azért, amit most mindegy, hogy az elődei csináltak, az előző igazgató, az előző miniszterelnök, most teljes mindegy, de helytáll azért, ami az országot jelenti, az ország kötelezettségeit azt viszi. És én azt gondolom, ebből most profitálunk, de ebből csak így lehet profitálni. Ez most nem létezne, ha akkor elengedték volna. Mondhatjuk, hogy persze jobb helyzetben lettünk, hogy ez nem igaz. Amint könnyebb helyzetben érzi magát az ember, abban a pillanatban lazábra is veszi a dolgot, még lazábra veszi. Nálunk például a tulajdonosnak az az elve, hogy soha nem hagy nagy mennyiségű pénzt egy cégnél. Tehát, hogyha például itt mondjuk óriási nyereségek keletkeznének, azt azonnal elveszi. Mert a cég ne abból éljen meg, hogy beteszi a bankba a pénzét, és akkor majd ott kamatok keletkeznek, és úgy néz ki, mintha nőne az eredménye. Nem, az, hogy a bankba én is be tudom tenni a pénzem. Sőt, a fejlesztések mi is csak egy részét engedi saját forrásból, más részét mindig hitelből kell. Egy beruházásnak, egy befektetésnek mindig jobb eredményt kell hoznia, mint amit a hitelek jelentenek. Ha csak annyit tud, mint amennyit a hitelek, akkor nem szabad hozzányúlni. Ennél jobbat kell tudnia hozni. És ez igaz az országra, igaz az egyénre és mindenkire. A bajok ott kezdődnek persze, hogyha mértéktelenen veszünk föl hitelt, amit nem tudunk fizetni. Most jelenleg ebben a helyzetben van az ország, hogy azért küzd, hogy lenyomja a hiteleket az észszerűen elviselhető szintre. A másik pedig, hogy a felvett hiteleket arra kell költeni, amire azok valók. Mi nem arra költöttük az ország egészét érve, egy csomó dolog elment olyan fogyasztási dolgokra, a fizetésnövelésekre, amelyek mögött még nem állt ott a munka, amelyek leültették az országot. Mondjuk magán például azt tudom mondani, valakinek van egy cége, és az a cég hitelképes, és akkor fölvesz a banktól mondjuk 10 millió forintot, hogy építsen a háza mellé egy úszómedencét, ezt megteheti elvileg, hát egy kis számviteli ügyeskedéssel ez is belefér, de a végén ki kell fizetni a hiteleket, és a cég nem fogja tudni kifizetni. Mert az a beruházás mögött nem áll semmiféle eredménynövelő hatás. És mi ilyesmi dolgokat csináltunk. És tudomásul kell venni, hogy amit túlköltöttünk, azt vissza kell adni. Egyszer vissza kell adni. Nem a legkellemesebb dolog, de egyszer vissza kell. Most ez a fájdalmas visszaadás folyik. Nem biztos, hogy azok adják vissza, akik a legtöbbet felelnek érte, de hát mi egy ország vagyunk akkor is, és tudomásul kell venni, hogy országként mindannyiunkért felelünk. Érdekes volt. Na hát ezt a megközelítést még ebben a formában nem hallottam, úgyhogy remélem, hogy nem csak én okulok belőle. De akkor térjünk vissza a másik kérdésre, ugye, mert ez volt az egyik, az államadósságnak az eltörlése. Azért jó, hogy ezt így az hallom, meghallják a többiek. Hát ez egy vélemény. Igen, de a sok véleményt, hogyha összerakja az ember, akkor megdőlnek azok a fajta igazságok, amikor ülünk, beszélgetünk, és el kellett volna, és az Antalék miért nem engedték meg annak idején az államadóság. Bele sem gondolunk esetleg az ilyenfajta háttérbe, hogy miért. Na, a másik, amiről ugye kérdezgettem. Kárpótlás. A kárpótlás, igen. Na. Hát a kárpótlás ügyében én azt mondom, hogy
a 40 évért, ami itt történt, és amivel mindenkit károk értek, ha csak a beszélgetés elején mondtam az Ausztriával összehasonlítás, ha csak az a kár nem ért minket, hogy nem azon az életszínvonalon, nem abban a rendezett, törvényes világban élünk, ami Ausztriában van, akkor már látjuk, hogy ki mit vesztett, mindenki vesztett ebből valamit. De ezen az egyéni sérelmek nagyon nagy szórásban, nagyon messzire is túlmennek. Én azt gondolom, hogy sérelme mindenkinek van. Ha ezt elkezdenénk egyenként buncolgatni, soha nem jutnánk a végére, ebben nem lehet igazságot tenni. Erre is azt mondom, hogy ezt úgy kellett volna elrendezni, hogy voltak sérelmek, voltak problémák, ezt egy ország csinálta, egy országban keletkezett, ezért egy országnak kell elvinni a balhét, hogy úgy mondjam. Mondjuk veszem például az én édesapámat, aki semmi kárpótlást nem kapott azért, hogy a háború után az első magyar sörgyárnak volt a képviselője Varsóban. Nagyon jól menő üzletember volt, jó színvonalon éltek, stb. Stb. Amikor aztán egyesült a kommunista párt és a szociáldemokrata párt, ő nem lépett be a közös pártba, mert ő szocdem tag volt, és rossz véleménye volt a kommunistákról, hát rögtön kirúgták a munkahelyéről, évekig nem volt munkahelye, és tulajdonképpen egy tanult, tapasztalt, több nyelvet beszélő emberként is egy ablaktalan kis teremben fejezte be legalacsonyabb tisztviselőként az életét, holott azt mondom, lehet, hogy lett volna egy nagyon szép életútja top menedzserként, valahol esetleg nemzetközi hatásokkal, stb. Tehát mert a kvalitásai az, voltak hozzá, elvesztette az életesélyeit. Azt kérdezem, hogy őt nem illette volna meg kárpótlás. Vagy azokat nem illette volna meg kárpótlás, akik véletlenül meghaltak 1990 előtt, mondjuk. Azokat meg hogy kárpótoljuk? Én ezt mérhetetlenül méltánytalanak tartom, hogy egyesek kaptak. És azért, mert neki földje volt. Na és hát neki meg háza volt, és miért nem kapta vissza a házát? Egyébként most hallottam egy egészen furcsát a Dónkanyarban. Úgy, tehát kórházba vitték, és a kórházba halt meg. Ezért a családja nem kapott kárpótlást, ha megfagyott volna ott kint, és nem került be kórházba, akkor kapott volna. Tehát, hát az én édesapám is ott volt a Dónkanyarban. Tehát azért mondom, hogy olyan igen. A szerencsések közé tartozott, akik egyrészt nem haltak meg, másrészt nem kerültek fogságba Málenki robottal, meg mit tudom, hogy micsodával fűszerezve. Úgyhogy az élet már csak ilyen, vannak benne szerencsés, meg szerencsétlen dolgok is, de egy ország sorsát hozzákötni az egyének sorsához, az nagyon nehéz. Szóval nekünk azért az egész országért, az egész társadalomért kell felelősséget éreznünk. És például ilyen nem csak kárpótlások voltak, mondjuk például a lakásvagyont kiosztogatták embereknek, minden érdem nélkül is. És azt mondták, hogy mert hát lakott, ezért mondjuk az egyébként 15 milliót érő lakást megvette 100, mit tudom én, mondjuk 1 millióért vagy másfélért. Ezt azért mondom konkrétan, mert nekem is volt, az öcsém így tudta megvenni azt a lakást, ahol mi is fölnőttünk. De akkor is igazságtalan, ez családtagé volt. Ugyanis én azt mondom, hogy nem szabad csak azért, mert lakott valami. Hát, mi lenne oda mennek az OTP-hez, és azt mondanám, hogy megvennék egy lakott lakást, tehát ma beköltöznék egy lakásukba, és utána megvenném 10%-on tőlük. Hát, micsoda marhaság ez. De nem ez volt az igazi nagy baj, hanem az, hogy borzalmasan lerohadt állapotban voltak ezek a lakások nagy többségében a városban. És mikor kérdezik, hogy miért nem újítják föl, akkor mindig azt mondják, a tanácsnak, meg az államnak nincs rá pénze. Ugye az önkormányzat vagy az állam volt a tulajdonos általában. Most, hogy kiosztották 10 és 10 ezer kis tulajdonosnak, most már az sincs, hogyha lenne az önkormányzatnak, vagy lenne a kormánynak pénze, akkor megcsináltatná. Továbbra is rohadnak le ezek a házak, mert például az a ház, amiben én lakom, ott a lakóknak több mint a fele egyszer azt mondja, neki jó így. És nem hajlandó felújítatni mondjuk a villanyvezetéket, maradnak azok a villanyvezetékek, amik 50-60 évesek, holott azóta légkondicionálókat köttetnek rá, mosógépeket és egyéb nagyfogyasztókat, még lehet elektromos tűz is, de ez nem érdekli az embereket. Szóval valami hihetetlen nem törődömség van. A gáz az egyetlen, amivel mégis el lehet érni fejlesztések, mert a gáz mivel kikapcsolja, és akkor addig nincs fűtés, ha ezt főleg tél előtt csinálják meg, akkor lehet, hogy a lakók mégis összedobják a pénzt. De ez nem helyes. Tehát egyszerűen nincs rend arra, hogy a tulajdonosoknak hogy kell megbecsülniük a tulajdonukat, ugyanakkor viszont mindenki tulajdonhoz akar jutni.
Érdekesen alakult a beszélgetésünk. Én azt hittem, hogy teli lesz olyan sztorikkal, amik mondjuk a Gundel családhoz köthetőek, Gundel Katinkához, Latinovics Zoltánhoz. A végén kikötöttünk a kárpótlásnál, de azt hiszem, hogy a nézők számára ez igen tanulságos. Hát én úgy voltam ezzel, hogy a táncban általában a férfi vezeti a nőt, de most a hölgy volt, aki vezette a táncot, és én csak jártam a ritmust hozzá, próbáltam. Ha elvétettem, valahol elnézést kérek. Megkínálhatom egy jó kis reggelivel itt a Gundelben? Köszönöm szépen. Fogyassza a hazait. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen. A műsor főtámogatója a Gundel étterem.